Az időjárás ebben az évben is számos kihívást tartogatott a gazdák számára. A szélsőséges körülmények, a fagyok, a viharok, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék megnehezíti a termelők életét. A Belvárgyulai mezőgazdasági ZRT-nek idén ismét a jég okozott gondot. A hátunk mögött lévő siló kukoricát alaposan megtépázta a jég. Igen, ugye ebben nekünk viszonylag sok tapasztalatunk van. 2017-ben egy olyan komoly jégeső érte a területünket, hogy nagyjából 1500 hektáron okozott részben szinte totál kárt a vihar és az eső. Az idei évben szinte majdnem napra ugyanazon a napon, július 23-án volt a jégeső. Szerencsére sokkal kisebb területen, pár száz hektáron ért bennünket csak kár, viszont ez nagyon intenzív volt, és a kukoricát pedig pont a fejlődési stádiumában kapta el, úgyhogy azért jelentős kárt okozott. Biztosításotok van-e? Biztosításunk nagyon-nagyon fontos ebben a szélsőséges időjárásban, hogy jó biztosításunk legyen. A legmagasabb kategóriai biztosítással rendelkezünk pont azért, hogy ezeket a szélsőséges időjárási tényezőket ki tudjuk védeni, és ha bármilyen komoly kár ér bennünket, akkor ne tegye tönkre tulajdonképpen a gazdasági évet, vagy ne tegye tönkre a működésünket, hiszen itt több százmilliós kárt is elszenvedtünk már a korábbi években. Az idejében ez szerencsére kisebb volt, de olyan biztosítást kötünk, hogy bármilyen szélsőséges esetben is megtérüljön a pénzünk. Az állam is támogatja újabban a biztosítás kötéseket. Ti éltek ezzel a lehetőséggel? Igen, azt a formáját alkalmazzuk mi is, ami a legmagasabb biztosítási kategóriában, nyilván a százalékban és a legmagasabb visszatérítés van. Tehát ezáltal sok segítséget kapunk az államtól is azzal, hogy stabil maradjon a gazdálkodásunk, és egy jég ne okozzon törés benne. Ez a biztosítás, amit ti köttök, ez csak a jégre vonatkozik, vagy vannak más elemei is? Nem, egészen pontosan 9 eleme van ennek a biztosításnak: tavaszi, őszi fagyra, viharra, jégre, felhőszakadásra, tehát többféle tényezőre van, és ezáltal minden olyan természeti tényezőt ki lehet vele védeni, ami nagy kárt tud okozni. A Belvárgyulai mezőgazdasági ZRT hosszú ideje a Groupama partnere. A biztosító minden alkalommal nagyon segítőkészen állt rendelkezésükre, és olyan hátteret nyújtanak számukra, aminek köszönhetően nem érzik azt, hogy ki lennének szolgáltatva a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Itt Belvárgyulán már évek óta igénybe veszik ezt a támogatott biztosítási formát. Mennyire általános ez az országban a termelők, a gazdák körében, Szabolcs? Mi úgy tapasztaljuk, hogy egyre jobban. Minden évben egyre több gazda köt díjtámogatott növénybiztosítást, olyannyira, hogy az elmúlt évben, tehát a 2020-as gazdasági termelési évre már az állam kiegészítette ezt 2 milliárddal, ami meg is jelent közlönyben, mindenféle médiában, hírportálon megjelent, hogy kiegészítették. Olyan nagy az igény a támogatott növénybiztosításokra. Mit jelent konkrétan ez a biztosítási forma? Ez azt jelenti, hogy különböző kockázatokra köthetnek biztosítást a gazdák, és különböző mértékben támogatja. Ez egy uniós támogatás, amit különböző mértékben vehetnek igénybe. Kevesebb kockázat esetén kisebb támogatást kapnak a gazdák, több kockázat igénybevétele esetén pedig nagyobb támogatásban részesülhetnek. Egészen 70%-at a díjnak, a 70%-át visszakaphatják. A legnagyobb támogatást a gyümölcsökre és a alapvető gazdasági növényekre lehet megkötni. Tehát a szántóföldi növényekről beszélünk. Ez is meghatározott formában van, hogy mire, milyen biztosítást köthetnek a támogatás miatt a gazdák. Milyen a biztosítás kötési szándék a termelők részéről? Mennyire kötnek biztosítást a magyar termelők, Szabolcs? Növekvő tendenciát mutat, de még mindig nagyon-nagyon sok gazda, nagyon sok termelő van, aki nem biztosít. Még javul a tendencia, javul az, hogy már nem csak a jégre kötnek biztosítást. Ugye a szélsőséges időjárás ráveszi őket, látják, hogy a felhőszakadás, a viharok erősebbek egyre évről évre, és ezért kiterjesztik. Én mindenkit arra szeretnék ösztönözni, rábeszélni, hogy biztosítást ilyen támogatottság mellett kötni kell.